Főtisztelendő paptestvérek, tisztelt polgármester úr, kedves birmálkozós, Krisztusban szeretett testvéreim! Ma a katolikus világegyházban egy templomot ünnepelnek. Mi is templomot ünneplünk Nyárlőrincen, de tekintetünk elhatol egészen Rómáig, ahol az Anya Szent Egyház legősibb és első templomának szentelési évfordulóját tartjuk. Gondolom, ha valakit most így megkérdeznének, hogy vajon melyik templom ez, legtöbben azt mondanák, Szent Péter Bazilika. De nem, a Lateráni Bazilika, amely a megváltónak és keresztelő Szent Jánosnak a tiszteletére van fölszentelve. Ebben az esztendőben emlékezik a keresztény világ arra, hogy 1700 évvel ezelőtt Nagy Konstantin a keresztény üldözéseket beszüntette, fölszabadította az egyházat, sőt, később még kiváltságokat is adott neki. És az egyik ilyen kiváltság az volt, hogy 2 évre rá átadott egy nagy császári épületet, amely a lateráni nemzetségé volt, és mellé templomot épített. Egyébként a templomnak az az elnevezése, hogy bazilika, innét származik, mert a királyi ház, a Bazileusz, a király, annak a lakóhelye lett áttéve a nagy templomi épületekre, de most már nem a földi, hanem a mennyei királyra gondolva egy-egy ilyen templom megnevezésénél. No tehát ezt a templomot kapta meg a kereszténység, mint egy 1500 évig ott éltek a pápák annak tövében, csak amikor teljességgel fölépült a Szent Péter Bazilika, mert annak is több stációja volt, akkor költöztek a Vatikánba, de még így is minden nagyobb ünnepre el szokott oda menni a Szent Atya. Fölmerül a kérdés, hát mi egy templomot, egy épületet ünneplünk, hát mennyi jelentős világcsodája van, amelyet ha betennénk a naptárba, hát bizony nem lenne elegendő rá sok év sem, hogy megemlékezzünk róla. Nem pusztán egy épületről van szó, hanem arról, hogy a templom mit jelent számunkra. A pogányok is már ismerték a szent helyeket, ahol valamiképpen az Istennel találkoztak. A zsidók már építettek is templomot, és abba a nagy jeruzsálemi templomba évenként többször is följártak, mert azt mondták, hogy az az úrháza, az imádságháza, és ott különleges alkalma van az Istennel való találkozásnak. Ugyanis a templomot az Isten teszi templommá. Ahol lehet találkozni Istennel, ott templom van. Ezért, amikor Jézus azt mondja, ott a őneki, hát kritikusan felszólaló népsokaságnak, hogy én ezt a templomot le is tudom bontani, meg föl is tudom építeni, akkor nyilván nem arra a nagy épületre gondolt, ami több száz évig, de akkor az a 46 évet, a heródesi időket jelentette a nagy felújítást, hanem saját testének templomára gondolt, mert Jézus tudatában volt annak, hogy ő az Isten fia, és ő megtestesült módon, mint isteni személy, hordozza az isteni lényeget, ezért az ő kivégzése templomának lebontását jelenti, föltámadása pedig a templom fölépítését.
És most már el is jutottunk a templomnak a lényegéhez. Mert olyan emberek, akik nem járnak templomba, azok valamiképpen úgy gondolkodnak róla, hogy hát van egy nagy épület, az arra is jó, hogy sokan beférjenek, és ott néha történik valami, aztán be lehet zárni. A templom számunkra az Isten jelenléte. És miután a katolikus templomban, hogyha az használatban van, mindig van oltári szentség, Jézus Krisztusnak szentségi módon való jelenléte, akkor az mindig az Isten ajándékozó tulajdonságát adja elénk, hogy ő adja nekünk önmagát, és vár bennünket, hogy térjünk be a templomba. Tehát nem arról van szó csupán, hogy mi saját elhatározásunkból bejövünk, hanem egy meghívásnak teszünk eleget. Vasárnaponként is, vagy akár hétköznaponként is, ezzel a lelkülettel kell jönni a templomba. Nem azért, mert kötelező, meg parancs, meg szokás, hanem meghívott vagyok. Az Úr jelen van az Eukarisztiában, jelen van a Szentírás szavában. Hát megelevenednek Jézus szavai, amikor felolvassák az evangéliumot, de még az apostolok tanítását is. És jelen van a hívek közösségében is. Ugyanis a hívek építik föl a templomot, de miből építik föl? Hitből. Tehát fordítottja van, mint ahogy gondolnák sokan, hogy fölépül egy templom, és hát majd utána hinni fognak az emberek. A hit építi föl a templomokat. Amikor ezt a templomot építették Nyárlőrincen 75 évvel ezelőtt, akkor Kohári Szent Lőrinc volt, akkor hívő emberek adakoztak arra, hogy itt fölépüljön a templom. Mert mindig a hit építi a templomot is. Jó erre gondolnunk a hit évében, amely bár ünnepélyesen befejeződik, de állandóan szükségünk van hitre, mint ahogy szükségünk van állandó levegővételre. És a templom tehát egy olyan válasz már, amit az Isten megelőlegezett. Mert ő előbb szeretett bennünket. Hinni is azért tudunk benne, mert az ő kegyelme elért, hogy higgyünk szívünkben, és bízzunk benne. Így tehát a templomba jövetel már egy válaszadás is. És hogy miért teszünk különbséget kisebb és nagyobb templom között, hát mindenki tudja, hogy van kápolna, van templom, van székesegyház, van bazilika. Ez nem azt jelenti, hogy a bazilikában jobban jelen van az Isten, mint mondjuk egy kis kápolnában. Egyáltalán nem. Ugyanúgy jelen van az Isten. Hát akkor miért tesszük ezt a különbséget? Mert valamiképpen a templomoknak ilyen megkülönböztetése az egyház hierarchikus rendjét is kifejezi. Hogy az egyházban nem demokrácia van, hierarchikus rend van, de ennek a hierarchiának, ami annyit jelent szó szerint, hogy szent uralom, szolgálnia kell. Tehát kőbe vésítten is mutatja azt, hogy van az egyházban egyfajta elsőbség, de annak a szeretetre kell épülnie. És ezért, amikor egy nagy templomra azt mondják, hogy székes egyház, akkor az általában a püspöknek a temploma, mert ő, a püspök valamikor ülve tanított, széken ült, katedrán ült, mert ahogy Jézus is leült, amikor jelentős beszédeket mondott, ugyanúgy azt az isteni tekintélyt akarta kifejezni azzal, hogy ülve tanít, és így adja tovább a Jézusi tanítást. És hát a bazilikák pedig már vagy egy ország főtemplomát, vagy éppen magának a Szentatyának a templomát jelenti. Ezért is olyan jó, hogy a mai napon történt meg a templom fölújítása utáni megáldás, és történik a bérmálás is, mert az előzőekből már kitűnik,
hogy valamiképpen mi is templomokká lehetünk. Azt mondja a Szent Pál apostol, hogy ti mindnyájan a Szentlélek temploma vagytok. Ti testetek a Szentlélek temploma lehet. Amikor megkeresztelnek bennünket, a Szent Háromság nevére teszik ezt, akkor is már valamiképpen jelen van az emberi lélekben az Isten, és ez teljesenbé válik a bérmálás szentségében, mert a Szentléleknek az adományait várjuk, illetve magát a Szent Lelket a mi életünkre. Ami testünknek is olyannak kellene lenni, mint a templomnak, amely befogadja a Szent Lelket. Hát mi egy olyan kort hagytunk magunk mögött, amikor bizony a templomok sokszor méltatlan sorsra kerültek. Még Magyarországon is megtörtént, hogy szétrobbantottak templomot, nevezetesen a Regnum Marianum templomát, vagy elvettek templomokat és minden más világi célra használták, de onnét, ahonnét ez elindult az ateizmus szülőhazájából, Szovjetunióból, ott egyre másra tönkretették a templomokat, mitől megcsúfolták azáltal, hogy például a kazányi szűz templomából ateista múzeumot csináltak. Hála Istennek ez az idő elmúlt. A templomok visszanyerték eredeti feladatukat és szépségüket. Miért mondom ezt? Ahogy a templomban meg lehet ezt tenni, ugyanúgy az emberi test templomával is. Nem mindegy, hogy hogyan élünk, hogyan viselkedünk, hogy díszítjük magunkat ki lélekben a Szentlélek fogadására, hiszen mi magunk is lehetünk egy olyan templommá, amit mintha bezárnának, vagy amit egész más célokra használnának. Tehát szükséges az, hogy szép élettel próbáljunk meg a Szentlélek templomává lenni. És ez a szépség nem föltétlen, hát a fiatalkor szépségét jelenti, hiszen az idős ember is ugyanígy a Szentlélek templomává lehet, mert a lelki jóság az szépé teszi őt is. Így egy ilyen hármas tagozódásban ünneplünk ma, gondolunk az Anya Szent Egyház első templomára, a Lateráni Bazilikára, amely az összes templomoknak a feje és anyja, mint hogy ki is írták a homlokzatára. Gondolunk a Szent Lőrinc nyárlőrinci templomra, még tévedve is szentnek mondtam, olyan jó lenne, ha visszanyerhetné a szent nevet ez a falu, hiszen annak idején Kohári Szent Lőrinc volt, miután a templomnak a védőszentje is Szent Lőrinc, és gondolunk arra, hogy a bérmálásban mi magunk is a Szentlélek templomává kell, hogy legyünk. Így ünnepeljünk, így várjátok, kedves bérmálkozók, a Szentlélek Úristen ajándékát, és azok, akik már megbírmálkoztak, gondoljanak arra, hogy ők befogadták már a Szent Lelket, de hogy állandóan küldi Jézus a Szent Lelket az Atyától, úgy állandóan be is kell őt fogadni. Amíg mi élünk, ez mindig így kell, hogy legyen, és ő mindig közelít hozzánk, sose távolodik, hanem közelít, és sosincs olyan közel hozzánk Isten, hogy közelebb ne lehetne. Ezért mindannyiunknak van feladata, hogy hitben, aztán a keresztény élet tanúság tevésében törekedjék arra, hogy méltó helye legyen lelkében a Szentlélek Istennek. Így ünnepeljünk, így kérjük áldását a kinti templomra és saját életünkre. Amen.